Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, az MSZP-ből 2020 elején távozó Szanyi Tibor pártja Kádár János terv néven mutatta be 2022-es választási programját. A terv főbb célkitűzései között szerepel a nettó 250 ezer forintos minimálbér és 150 ezer forintos öregségi nyugdíj is. A részletekről és arról, miért Kádár Jánosról nevezték el programjukat, Huszti Andreával, a pártelnökével beszélgetünk. Aki itt van már velünk a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is. Hát valóban tényleg sokan felkapták a fejüket arra, hogy miért Kádár János, és ugye itt el is hangzott, meg olvastam is a programjukban, meg erre ugye volt már válaszuk, de azért mégis jogos a kérdés, hogy azt gondolják ezek szerint, hogy ezzel a névvel, vagy ezzel a tervel, ezzel a javaslattal most sikereket érhetnek el? Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen, mert a Kádár korszak volt az a korszak, amelyben a dolgozó emberek ki tudtak törni a szegénységből és a nyomorból, és sokkal világosabb perspektívához jutottak ebben az értelemben. Úgyhogy én mindenféleképpen azt gondolom, és mi egy modernkori szocializmusról beszélünk, tehát mi nem visszafelé akarunk menni az időben nyilvánvalóan, De a Kádár éra volt az, ami a legjobban példázza azt, hogy a munkásokkal is, a dolgozó emberekkel, a bérből és fizetésből élőkkel is most már foglalkozni kell, mert mi azt láttuk az elmúlt 32 évben, én a saját bőrömön is megtapasztalva ezt, hogy a mai politikai elit nem foglalkozik egyszerűen a munkásokkal. Beszéljünk akkor már picit az esélyekről is, mert ugye nézve a választási törvény módosítását, ugye, ami annak idén 2020-ban zajlott, ugye ott tulajdonképpen azt lehetett látni, hogy 106 egyéni választókörzet van, tehát matematikailag sem lesz nagyon más, vagy van más lehetősége a pártoknak, az ellenzéki pártoknak, mint az, hogy egyetlen közös listán induljanak. Önök kilógnak ebből. Miért? Miért gondolják, hogy önállóan kell ebben a helyzetben, ebben a választási rendszerben indulniuk? Nézze, mi részt kívántunk venni az előválasztáson, ugye először legfőképpen tavaly a borsodi időközi választás kapcsán. Én magam többször kerestem az ellenzéki pártokat levélben, és ezekkel soha nem jött válasz. Hát mi azt láttuk, hogy miből, tehát ki akarnak hagyni minket ebből a választásból, és hát ez is megerősített minket abban a hitünkben. De várjon, miért gondolta, hogy ki akarják van egy nagyon markáns baloldali programunk, most már elég régóta, ezt lehetett tudni, és ez is megerősíti azt, hogy egyszerűen a munkásokkal nem akar itt foglalkozni senki. De miért gondolta, bocsánat, hogy szavalvágok, de miért gondolta azt, hogy ki akarják hagyni önöket az ellenzéki pártok, hiszen pont arra volt szó, hogy... Mivel nem reagáltok semmire. Mi ugye már a borsodi időközi választás kapcsán is kezdeményeztük, hogy legyen előválasztás, ne egy náci jelölt induljon el, ugye, a demokratizmus jegyében, hanem legyen előválasztás, nekünk volt egy remek jelöltünk Tóth Ádám személyében, erre sem reagáltak. Aztán én további leveleket írtam, én magam a demokrácia ünnepének tekintem alapból az előválasztást, én részt vettem az előző kettő előválasztás szervezésében is, de most azt látjuk, hogy már ez egy bohózat. Mi azt gondoltuk, hogy ez majd a programok versenye lesz, azt gondoltuk, hogy ez tényleg a demokrácia egyében fog telni, de most is a napokban is bebizonyosodott az, hogy ez egy bohózat, egy tiszteletre méltó embert például most ugye éppen meghurcolnak Hajdú Bihar megye egyes számú választókerületében. Fábián István professzorról beszélek, akivel mellesleg most így ki is fejezném a pártomnak a szolidaritását. Uh-huh. Egy pillanatra hagyj térjek be vissza arra, amit mondott, mert engedje meg, hogy egy kérdést feltegyek ezzel kapcsolatban, hogy a bohózatra, amire célzott, meg ezek szerint, hogyha válaszoltak volna erre a bizonyos levélre, amit ön küldött, amire jelezte, hogy nem kapott választ, akkor részt vettek volna az előválasztásban? Jól értem? Ezt most így nem tudom már megmondani, mert ugye ezek fikciók, mert nem válaszoltak, de nyilván elkezdődhetett volna egy tárgyalás. Tehát egyszerűen nem ez a hat párt, akik most már közös listán fognak indulni, nem ők mondják meg, hogy ki indulhat választáson, vagy ki nem, úgy, hogy közben szóba sem állnak emberekkel, illetve hurcolnak meg így embereket,
hogy összegyűjti az előválasztásra szükséges ajánlásokat, már be van regisztrálva, és visszalépteti. És beszélünk itt egy helyi hírességről, egy méltóképpen elismert professzorról. Ugye mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy a debreceni jelölt Fábián Istvánról van szó, akit visszaléptettek Karácsony Gergelyék a Momentumos képviselőnek a javára. Mondjuk ilyesmire, vagy ilyen típusú visszaléptetésekre azért számtalan helyen volt példa. Hát az aláírás összegyűjtése után én nem hallottam még ilyet. Mire számítanak egyébként? Milyen eredményre? Néztem a különböző közvéleménykutatásokat, bár Szanyi Tibor azt mondta, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, mert majd az eredmények önmagukért beszélnek, de mégis hány helyre, hány képviselőjelöltre számítanak? A 106 képviselőjelöltre gyúrunk, így szoktam mondani, de a 71 biztos, hogy meg lesz, úgyhogy az igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom listát fog állítani a következő választásokra, mert igenis kell végre egy igazán baloldali frakció Magyarországgyűlésbe. A tegnap előtti munkásbüszkeség napján éppen azt mondtam, hogy vigyük be a Magyarországot a Magyarországgyűlésbe, vigyük be a magyar népet a Magyarországgyűlésbe, és elég volt abból, hogy csak az elit küldhessen képviselőket. Akkor még egy kérdés a végére. Ugye önök, Tibor is többször elmondta, hogy a szolidaritást hiányolja tulajdonképpen. Biztos nézte ön is tegnap a miniszterelnök jelölt, az ellenzéki miniszterelnök jelölti vitát. Ott nagyon sok szó esett arról, hogy hogyan lehet növelni a szolidaritást a társadalmi csoportok között, hogyan lehet bért emelni, milyen szükséges intézkedések kellenek ehhez. Erről mi a véleménye? Mert azért elég sok ilyen típusú baloldalinak mondott javaslat is elhangzott. Igen, egyrészt én megvárnám ezzel, hogy akkor ki is lesz a liberális jobboldali összefogásnak a miniszterelnök jelöltje, és akkor utána majd újra beszélgessünk erről a kérdésről, mert én a szociális dimenziót, amit az én pártom igazából képvisel, azt én még tegnap este sem véltem felfedezni. Köszönöm szépen akkor Huszti Andreának, az ISZOM elnökének, hogy mindezt elmondta. Szép napot kívánok önnek, minden jót, viszont hallásra. Spirit FM 92.